Általános és középiskolások hangjától volt zajos a Városi Sportcsarnok, ahol az önkormányzat, a Szekszárdi Sportközpont és a Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében rendeztek sportágválasztót. A program célja, hogy a nap során a fiatalok és az érdeklődők megismerjék a városban működő sportágakat, valamint népszerűsítsék az egészséges életmódot és a sport szeretetét a résztvevők körében. A jégkorong az 1920-as évek közepén került hazánkba, ahol megfigyelhetően erősödik a női versenyzők száma. Jelen pillanatban Szekszárdon egy lányunk van, ő U14-es válogatott, amúgy Magyarországon jelenleg előrébb tart a lány jégkorong, az alcsoportos világbajnokságon szerepel, az azt jelenti, hogy a világ legjobb 8 csapata között van, és mi is próbáljuk, törekszünk arra, hogy minél több lány megszeresse ezt a sportot. A programon 23 szekszárdi székhelyű sportegyesület mutatkozott be, amelyek közül is kiemelkedő népszerűségnek örvendett a vívás. A közösség nagyon jó, az edzők is nagyon kedvesek. Versenyekre sokat járunk, az eredmények is nagyon jók. Én különösen Komlón az utolsó fordulóba tavaly, második lettem a gyerekkorosztályba, serdülőbe egyen magasabb korosztályba, meg harmadik helyezést értem el. A gyerekek kihangsúlyozták, hogy a sport teljesítményen túl az egyik legfontosabb a csapat összekovácsoló erő és a jó közösség. 2 éve vívok, és úgy találtam rá erre a sportra, hogy már én régebb óta nagyon szerettem volna vívni, csak én nem tudtam, hogy hol lehet vívni. Utána megtaláltam ugye az egyesületet, és egy nagyon jó közösséget alkottam, és mindenki olyan kedves, és ajánlani tudom egyszerűen a vívás, mert egy aktív sport, és hogy bármi megtörténhet. A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a labdajátékok iránt volt, amik szinte a teljes küzdőteret megtöltötték, azonban itt is megmutatkozott, hogy minél kisebb korban lerakjuk az egészséges életmód alapjait, annál nagyobb valószínűséggel beépülnek azok a gyerek, és később a felnőtt mindennapjaiba. Ha sportolnak, akkor erősebbek is lesznek, meg így, így egészségesebb, hogyha sportolsz, mint hogyha nem csinálna semmit, hanem csak a számítógép előtt ülnél. Kint az atlétikával, a modellezéssel és a rádió amatőrökkel ismerkedhettek meg a gyerekek, akik bent a küzdősportoktól a versenytáncon át az egyéni és a csapatsportokig mindenben kipróbálhatták magukat.